350 millió forintból renováltatta és korszerűsítette a botfai erdődi hűvös kastélyt Zalaegerszeg önkormányzata. A Modern Városok program által finanszírozott beruházás októberben fejeződött be. Udvardi György Veszprémi érsek február 2-án vasárnap megáldotta a kibővített 270 éves műemléképületet. Az egyház fő a felszentelés előtt Szentmisét celebrált az ifjúsági ház melletti Szűz Szent neve templomban. Prédikációjában arról szólt, hogy Isten jelen van az ember hétköznapjaiban. Az érsek az Isten tisztelet után a helyi egyházi méltóságokkal és hívekkel együtt vonult a kastély elé. Itt az emberi magatartás felelősségére hívta fel a figyelmet. A teremtett világvédelme, vagy ahogyan társadalomban mondják, a környezetvédelme, az alapvetően spirituális kérdés. Egyszerűen az a meggyőződés vezet bennünket, hogy az a fajta vágy igény, ami az ember kényelmére túlfogyasztására irányul, az pusztán demokratikus döntésekkel, vagy éppen ilyen alapon álló elhatározásokkal csak abban az esetben véghez vihető, ha az ember maga formálódik. Ennek jegyében megáldották az építőket, segítőket és a komplexumot. A kastaiban 12 éve kapott helyet a Mincenti Ifjúsági Ház, melynek üzemeltetője a Mincenti Iskolát fenntartó Notre Dame női kanonok és tanítórend. A közösség célja Isten és a természet harmóniájának a bemutatása. Nagyon sok lelki program van szerveződőben, lelki gyakorlatok ifjúságnak is, de felnőtt lelki gyakorlatok is szerveződnek, hittantáborok és különböző lelkiségi programok. Cserkészek és, regnum csapatok is érkeznek hozzánk táborozni és különböző igényekkel, programokkal erre az 50 fős szálláshelyre és rendezvényhelyszínre. A házban erdei iskolát is üzemeltetnek. Emellett a kastély a Kárpát-medencei Mária út része. A mostani ünnepségre Búcsú Szent Lászlóról és az a Mária Magdolna nagy templomtól 30 fős zarándok csoport érkezett. A szervezők bíznak abban, hogy a közeljövőben felépülő Mincenti Központ a vallási turizmus fontos állomásává teszi az alai megyeszék helyet.